Gazdasági hírműsorunkat a Mérleget látják. Rövid híreinket és a lapszemlét követően vendégünk lesz Szirmai Csaba, a Pannon Volán RT volt vezérigazgatója. Hírműsorunk után értéktőzsdei információkat hallhatnak. Az Elender informatikai részvénytársaság, a Sulinet program szolgáltatója, egy multimédiás internet hozzáféréssel ellátott számítógépet ad át ma a Városi Könyvtárnak. A cég szombaton életmódpartit rendez a Székesegyház előtt. Az internet felhasználók száma a világon meghaladja 150 milliót, és az ezred fordulóra a becslések szerint már kétszer ennyien lesznek. Pécsett az egyetemnek köszönhetően az internet felhasználók aránya valamivel az országos átlag felett van. És most következzék egy felhívás. Az ipari, kereskedelmi és idegenforgalmi miniszter rendelete értelmében az üzemeltető köteles a vendéglátó üzletet kategóriába sorolni. A már működő egységek esetében a kategóriába sorolási követelményeknek és a bejelentési kötelezettségeknek 1998. december 31-éig kellett eleget tenni. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara kéri azokat, akik ezt még nem tették meg, hogy 1999. június 30-áig pótolják. Amennyiben az üzemeltető eddig a határidőig sem végzi el a bejelentést, és a vendégeket nem tájékoztatja a törvényi előírásoknak megfelelően, a kormányrendelet értelmében a kamara kezdeményezheti a jegyzőnél a vendéglátóipari üzlet bezárását. Gazdasági lapokból szemlézünk. Magasabb inflációt várnak az elemzők. A Napi Gazdaság által megkérdezett 13 makroelemző 6, 12 és 24 havi inflációs prognózisa és az Államadósságkezelő Központ csütörtöki referenciahozamai alapján számított reál kamat elvárások mérséklődtek az előző hónaphoz képest. Ez elsősorban az infláció alakulásának pesszimistább megítélésével magyarázható. Az egyéves reál kamat 6,3-ról 5,94%-ra, a két éves reál kamat pedig 6,8%-ról 5,98%-ra mérséklődött. Részleteket tehát a Napi Gazdaság hasábjain olvashatnak. Jövedéki szigor a borágazatban, a világgazdaság egyik híre ez. Literenként 10 forintos jövedéki adó lépne életbe a borra 2000-től a mai 11%-os fogyasztási adó helyett, áll a jövedéki tanács elé ma kerülő reformkoncepcióban. A bor jövedéki termékké nyilvánításával az átlagos adóteher nem nőne, de a szigorúbb ellenőrzéssel visszaszorulna az illegális értékesítés. A mai 5-ről 10 milliárd forintra nőhetne a költségvetés borágazatból származó éves bevétele. A szakmai szervezetek vitatják a részleteket. Folytatást tehát a Világgazdaság 5. oldalán olvashatnak. A Pannon Volán RT elmúlt heti közgyűlésén visszahívták pozíciójából a társaság vezérigazgatóját, és ezzel együtt pályázatot írtak ki a posztra. Szeretettel köszöntöm vendégünket, Szirmai Csabát. Köszöntöm a nézőket és önt is. Mi történt tulajdonképpen? Felmondás volt ez, leváltás? Hát tulajdonképpen felmentés. Itt történt, ez azt jelentette, hogy a társaság közgyűlésén, ahol az igazgatóság, felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló megállapította a cég jó eredményeit, ezt követően itt leváltották a vezérigazgatót. Várható volt ez a döntés, számított rá? Igen, hát ez egy kimondottan politikai döntés. Ez beletartozik abba a csomagba, ami ebbe az országba folyik, gyakorlatilag azokat a vezetőket, akik nem ehhez a kormány koalícióhoz tartozóak és ellenzéki elkötelezettségűek, ezeket a kormány kitakarítja. Ez ugyanaz, mint 56 előtt a B-listázás volt. Kedves nézőink, az elmondottak a Pécs TV szerkesztősége nem feltétlenül ért egyet. Milyen körülmények között értesült erről a döntésről? Hát tulajdonképpen én a közgyűlés előtt egy héttel, 10 nappal kaptam meg a közgyűlési napirendet, ahol ez szerepelt. Velem az APVRT nem beszélt, senki, az igazgatóság elnöke jelezte szóban, hogy a közgyűlés napirendjére fel kell venni a leváltásomnak a napirendi megjelölését.
Mióta dolgozott a Pannon Volán RT-nél, és milyen változások történtek ez idő alatt a cég történetében? Gyakorlatilag 97. áprilisától dolgoztam, ez alatt elég nagy változások történtek. Kidolgoztunk egy 3 éves stratégiát. A bér színvonalát a cégnek a Volán Egyesülés összes 24 cégek közül a 17. helyről a 7. sikerült felhozni. Hát közönség láthatja, hogy formaruhába vezetnek a pilóták, hogy úgy érzem, hogy érzékelhetően udvariasabbak, hisz meghirdettük, hogy az utas a király, és mindenkinek őket kell szolgálni. A buszok vonatkozásában is elég szép eredményeket értünk el, de hát nagyon sok szervezési intézkedés történt, ami az eredményességet fokozta. Mik azok a küszöbön álló feladatok, amelyeket akár az Európai Uniós csatlakozás élén is el kell kezdeni, hozzá kell látni a megvalósításhoz? Hát ugye először is a minőségbiztosítás, az ISO 9000-es, ami szintén elindult. A másik az, hogy a vezetési időben kell elérni az európai átlagot, és hát alapvető az, hogy a buszrekonstrukciót azt meg kell csinálni. Szóval ezekkel a 13 éves átlag életkorú buszokkal Európában nem lehet menni. Mi várható a szektor privatizációval kapcsolatban? Mit lehet erről tudni most? Én úgy gondolom, hogy az európai közösségi belépésig ez létre fog jönni. Egy biztos, hogy csak úgy érdemes, hogyha az állam egyébként a rekonstrukciót megcsinálja, tehát korszerű buszparkkal érdemes megcsinálni a privatizációt, hát ez bebizonyosodott ugye évek során, hogy föl kell javítani a céget, úgy kell eladni, és akkor hatékony. Amennyiben ezekkel a buszokkal megy, akkor sajnos problémák lesznek, mert itt olyan vállalkozók fognak jönni, akik kiválogatják a cégből a jó, például a külön járatot, például a nemzetközi járatot, amelyik hatékony, és akkor mondjuk az ormánsági ráfizetéses járatok azok viszont majd megszűnnek. Most mivel foglalkozik? Térjünk vissza a mindennapjaira, és milyen ágazat felé szeretne fordulni a közeljövőben? Hát tulajdonképpen a gazdasághoz valamennyit értek, tehát nekem a gazdaságba kell maradnom, de hát most átmeneti ideig ugye a város önkormányzatában vagyonpolitikai tanácsnok vagyok, és épp most vannak a vállalati felvizsgálatok, és ezekkel foglalkozom most képviselőként. Sikeres munkát kívánok, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Kedves nézőink, a Mérleg új kiadásával, friss hírekkel a déli hírórában jelentkezünk. A műsorral kapcsolatos észrevételeiket a képernyőn látható címre várjuk. Most kérem tekintsék meg a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara aktuális információit, ám ha kíváncsiak a friss valuta árfolyamokra és tőzsdehírekre, akkor maradjanak velünk a Mérleg után is. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a televízió nézőket.
Erős kezdés után napon belül folyamatosan csökkentek a részvényárak a tegnapi nap során a budapesti értéktőzsdén. A BUX Index, amely nap elején még 50 pont körüli pluszban járt, végül is 35,6 pontos, azaz 0,5%-os eséssel fejezte be a napot, és 6321 ponton zárt. A forgalom továbbra is igen alacsony, mindössze 9,7 milliárd forint volt a tegnapi nap során. A blue chip papírok közül a MOL és az OTP 1% körüli mértékben esett vissza, míg a Matavár csökkenése 1,5%-ot tett ki. 2%-kal esett vissza a Borsodkem, enyhén 10 forinttal erősödött viszont a TVK részvényének az ára. Szintén kicsi erősödtek a gyógyszergyári részvények, az Aegis 40 forintot, míg a Richter 25 forintot erősödött tegnap. Nyugat-Európában csökkentek tegnap a részvényárak, a főbb tőzsdemutatók 1,5% körüli mínuszban zárták a tegnapi napot. Ennél komolyabb visszaesés volt viszont az éjszaka során Amerikában, illetve Ázsiában. New Yorkban a Dow Jones Index 235 pontot veszített értékéből, míg a távol-keleti tőzsdék többségén jelenleg még tart a kereskedés, a Nikkei Index ezekben a percekben 160 pont mutat, míg a Hang Seng Index 250 pontos mínuszban áll.